Köszöntöm a Sopron Televízió valamennyi kedves nézőjét, Önök a Hajrá Sopron Televíziónk heti rendszeressége jelentkező sportmagazinjának első év ismétlő adását látják. Mai adásunkban visszatekintünk az Unika Sopron 10. magyar bajnoki címére, majd vendégeink lesznek a bajnokcsapat képviselői. Ezt követően az idei 3D IASZ világbajnokságról beszélgetünk Király Gáborral, a Löwer IASZ ESE elnökével. Kora délutáni időpont ellenére szépen megtelt a Novomatic Arena. A soproni szurkolók a történelmi 10. bajnoki cím megszerzésére vártak. A finálé első két meccse alapján nagy esélyesként lépett pályára Sterbenz László csapata. Az első percek azonban még szorosan alakultak. 9-11-nél időt kért a Sopron, és innentől kezdve a hazaiak uralták a játékot. Az első szakasz végén 22-15 állt az eredményjelző. A második etapot 9-2-vel indította a Sopron, így 31-17-nél Völgyi Péter időkérése miatt állt a játék. A legnagyobb különbség 15 pont volt a felek között ebben a periódusban. 40-25 után 10 egység alá zárkózott a Győr. A félidő hajrájában 40-31-nél labdájuk volt a vendégeknek, hogy még szorosabbá tegyék a találkozót, de ezzel nem éltek. 20 perc után 45-31-es állásnál vonultak a felek az öltözőbe. A harmadik negyed győri pontokkal indult, így 45-36-nál jegyezhettük fel a második félidő legszorosabb állását. Pontszegény játék, kis kapkodás jellemezte ezt a periódust. A Sopron rendezte előbb a sorait, és 57-36-nál átlépte a 20 egységet a differencia, és ezzel lényegében eldőltek a fontos kérdések. A záró szakasznak 63-42-ről vágtak neki a lányok. Az első percek után mindkét szakvezető az addig kevesebb lehetőséget kapó játékosait is pályára küldte. A soproni oldalon minden nevezett játékos betalált, de a győrieknél is jó megoldásokkal érkeztek a meccsbe a fiatalok. Az utolsó percekben már felállva ünnepelt a soproni közönség, végül a hazaiak 81-60-as győzelemmel zárták le a döntő párharcot, melyet 3-0-ra nyertek meg. Amit elterveztünk, megcsináltunk, akár emberben, milyen játékosokkal szeretnénk dolgozni, egy-két igazítás kellett szezon közben, de ilyen mindig van, de főleg játékstílusban. És ezt a játékstílust főleg a rájátszásban senki nem bírta követni a magyar mezőnybe, ezért van az, hogy 2-0, 2-0, 3-0 a rájátszás eredményei. Nagyon örülök és büszkék a lányok, nagyon jól játszottak. A lefújás után jöhetett a jól megérdemelt ünneplés, konfetti esővel, díjátadással. A bajnokság egészét és a döntőt figyelembe véve nem túlzás azt állítani, hogy az elmúlt évek legerősebb magyar bajnokcsapatát köszönthették a szurkolók. A végére talán teljesen összeérett a csapat, igazából a nagy riválisunk, ugye a Miskolcnál több sérülés is történt, és ezért azt gondolom, hogy sokkal jobban tudtunk koncentrálni a Győrnek tehát a felkészülésére. A Sopron története 10. bajnoki címét ünnepelhette. Elértük a célunkat. A szezon előtt ezt elmondtam sok helyütt, hogy egy generációváltást kezdtünk meg, ami abból állt, hogy 4 tinédzser került be a csapat keretébe úgy, hogy ezek a tinédzserek játszottak is. Erre sajnos nem ment az egész Euroligánk, de ezt mi tudatosan vállaltunk két ok miatt. Egyrészt az anyagi lehetőségeink nem engedik azt meg, hogy 10 hónapra építsünk olyan csapatot, mint amivel ezt a bajnoki címet megnyertük. Másrészt viszont nagyon szerettük volna ezt a bajnoki címet, és éppen ezért az utolsó 2,5-3 hónapra mindent beleadtunk. Ez igaz a menedzsmentre, igaz a játékos állományra, igaz a szakmai vezetésre, és igaz mindenkire a klubom belül, klub körül, aki ezért a 10. bajnoki címért annyit dolgozott. Ugye ez egy szimbolikus szám. A sportban, aki 10-et nyer, az felrakhat egy gyémánt csillagot a mezére, és nem titkolom, ez a kis mazoista gondolat, ez nagyon sok plusz motivációt adott így a 9. bajnoki cím után, és nagyon örülök, hogy megvan. A Sopron 1993-ban volt először bajnok, 16-szor jutott be a fináléba, és ezek közül a mostanival együtt 10-et nyert meg. Mai első vendégünk tehát Sterbenz László, az Unika Sopron magyar bajnok vezetőedzője, akit szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Laci, utoljára a Magyar Kupa döntője után álltunk vendégül, akkor már előre tekintettél, és hát arról beszéltünk, hogy reméled, hogy a döntőben ismét a Diósgyőrrel találkoztak, és vissza tud a
csapat vágni. Ez nem jött össze, hiszen némi meglepetés, hogy Győr győzedelmeskedett a Diósgyőr ellen, de azért a Győrt legyőzni se volt könnyű feladat. Hogyan értékeled a döntő párharcot? A bajnoki ágnak a másik oldalát befolyásolni nem tudtuk, hogy onnan valószínűleg a Jobbik csapat került a döntőbe. Kis szerencsénk volt, kevesebbet kellett utazni, szurkolóink el tudtak kísérni minket Győrbe, és én azt gondolom, hogy a 3-0 önmagáért beszél. A Győr nem tudta felvenni azt a stílust, azt a ritmust, amit mi terveztünk az év elején, és a év végére teljesen összeállt. Ahogy a playoffot, a rájátszást nézzük, azt vettem észre a csapaton, hogy rendkívül elszántak voltak a lányok, és várták nagyon a döntőt, harapták úgymond a sikert. Tényleg mérkőzésről mérkőzésre, napról napra előjött a tudásbeli különbség? Vagy ennyit számított az, hogy az évközben világsztárokkal teret üzdelt euroligás csapatok ellen mérkőzött a csapat? Is. A tavalyi 9. bajnoki arany után már csak a 10. tűztük ki magunk elé. Ennek megfelelően olyan játékstílust alakítottunk ki, és ehhez olyan játékosaink voltak és lettek, akik ezt meg tudták csinálni. Magyarul egy sokkal több akciót tartalmazó, 40 perces egész pályáson letámadáson alapuló játékot. Ehhez megvoltak a játékosaink tehetségei, képzettsége és képessége is. Akik jöttek közülük, a Dev Petersnek nem volt az úgy nyilván, aki NBA győztes, aki nem új ez a fajta stílus. Honti Katának egy kis idő után pedig a sajátja lett. Én azt gondolom, hogy minden játékos várta ezt a 10. bajnoki aranyat, és hát az a nagyszámú közönség is, aki kilátogatott akkor a sportcentrumba, boldogan konstatálta, hogy jobb a csapatunk. Ha visszatekintünk a szezonra, ugye sok fiatal játékos érkezett, Határ, Betty vagy Tubei Debora, de a Soproni nevelési fiatalok is, akár hogyha a döntőt nézzük, pályára léptek, mennyire volt fontos az ő szerepeltetésük, és hogyha egy kicsit előre tekintünk, akkor mennyire körvonalazódik ez a fajta koncepció a következő szezonra nézve is? A klubot jellemzi, hogy hosszabb távra tervez, ezért vannak a fiatal játékosunk hosszabb, több éves szerződéssel nálunk. Ennek a jegyében indultunk az Euroligában akkor is, amikor tudtuk, hogy a világ második legerősebb bajnokságában vagyunk, és világsztárok ellen kell küzdeni. Egyetlen győzelmet arattunk, akkor azt írta a országos sajtó, hogy ez olyan, mintha egy magyar futballcsapat legyőzte volna a Barcelonát. Én azt gondolom, hogy ennyire azért nem volt nagy dolog. Az a mérkőzés jól sikerült, a többibe pedig nagyon sokat tanultunk. Ez a játékstílus, ez más sportágakból, vagy épp a kosárlabda férfi szakágától átvett egész pályás letámadás, úgyhogy nem 50-55 mezőnyrádobás és akció van egy mérkőzésen, hanem ennek kb. Másfélszerese. Ezt megalapozták. Egyrészt megalapozta az erőnléti edző kollega, illetve megalapoztuk a mindennapi edzésmunkával, hiszen 10-12 játékos tud naponta olyan intenzitással edzeni és gyakorolni, ami máshol magyar mezőnyben nincs meg. Azt gondolom, ez hozta a sikert. Beszéljünk akkor a 3-0-ról, a Győr elleni mérkőzésekről. Szimpatikus ellenfél volt a Győr, akik ugye a Diósgyőrt búcsúztatták 2-1-re. Hogyan vélekedsz erről a párharcról? Egy-egy felvillanás volt, főleg mondjuk a mérkőzés elején a győri részről, de egyértelműen kiütközött a két csapat közti nagy különbség. Igen, a számok mindenképp ezt mondják. Szemmel követni eseményeket azért nehéz és úgy objektívnek maradni. Hát a két amerikai játékosuk nyilván egy bajnoki döntőn nekik is nagy volt a karrierükben, igyekezett rendesen. A szerb európai irányítót olyan védés alá helyeztük, hogy nem jön tudott kibontakozni a mérkőzések során, főleg a fegyvernek is Zsófi tette őt hidegre, jó értelembe vett hidegre. De azt gondolom, hogy az a fajta játék stílus, amit mi, mondom még egyszer, egész évben gyakoroltunk és tettünk nap mint nap, arra hiába készül fel az ember fejben, hogy majd mi fog rávárni, ha erre fizikálisan és minden nap nincs felkészülve, nincsenek azok az automatizmusok begyakorolva, és a padról érő játékosok nem olyan minőségűek, mint például a mieink, akkor ez nem működött a Győr szempontjából. Nálunk a harmadik utolsó meccsen az Iva Ciglár és az Alex Röndakics volt a legjobb dobó, ezen kívül mindenki tette extra módon a mezőny munkáját is, és a csapat valóban sokkal jobb volt. És mindenki a soproni csapatból ponttal terhelte az ellenfél Győrét. Nagyon jó volt látni, hogy Zsovár Orsi a vége fele bedobja a kosarat, és azzal vált teljessé a sor. Azért személyes oldalról megközelítve, soproniként
hova helyeznéd ezt a bajnoki címet. Több bajnoki címmel büszkélkedhetsz már Ausztriában, Sopronban is van egy, de hazai pályán emlékeim szerint most sikerült először felnőtt csapattal bajnoki címet szerezni. Mennyire volt fontos ez számodra? Köszönöm a személyes kérdést, de inkább a csapat nevébe válaszolok, hogy mindenkinek nagyon fontos volt ez. Valóban, akik itt nőttek fel, itt születtek, Honti Katára gondolok, Zsovár Orsit, akit még fogadtam a Vasvilla falai között, aki Nagykanizsáról került ide a városba, nyilván nem megbántva őt, de tizenvalahány éve. Ez extra és több motivációt adott, de azok is, akik velem két bajnoki címen estek át, és nagyon jó érzés volt, és összenőttünk velük, Simon Zsófia, Iva Ciglár, Zsovár Orsolya, vagy épp a Szára Krinyics, óriási érzelmi töltet volt, felszabadult öröm volt, de akik csak egy-két hónapot voltak velünk, ők is nagyon jól érezték magukat ebben a szituációban. Igen, például az amerikai játékos egy közösségi oldalon csupa pozitívumot mondott a városról és a csapatról. A mérkőzés utáni nyilatkozatodban azt mondtad, hogy hát igen, vége van a szezonnak, lezárul, de az edző meg a vezetőség rögtön elkezd egy következőn gondolkodni. Milyen fázisban van most ez, mik most az aktuális feladatok? Hát aktuális feladat az, hogy Török Zoltán rakja össze a tervet, elsősorban a pénzügyi tervet, majd azt gondolom velem egyeztetve a szakmai tervet a következő évre. Én azt gondolom, hogy kiváló alapot a 10. bajnoki cím, akkor van értelme, hogyha megcélozzuk a 11-et, és az Euroligában még magasabbra helyezzük a lécet. Ezek tehát a tervek, és hogy ez kikkel fog megvalósulni, arról természetesen majd hírt fogunk adni. Gratulálunk a bajnoki címhez, és akkor várjuk majd az információkat, de a közelgő nyár azért jó pihenés is kívánok. Köszönöm szépen, Laci. Köszönöm szépen. Sebenc László vezetőedzőt követően pedig a csapat egyik meghatározó játékosát, Fegyverneki Zsófiát köszöntöm a stúdióban, aki motorja volt a Magyar Bajnok együttesnek. Szeretettel köszöntelek Rezsó itt a stúdióban. Engedd meg, hogy egy kicsit visszatérjünk egy évvel korábbra, hiszen februárban volt egy éves kisfiad, és a szülési szabadság után már tavaly tavasszal nekiálltál edzeni, hiszen a nyáron a válogatottban, az Európa-bajnokságon szerepeltél. Hogyan tekintesz vissza arra az időszakra? Mert hogy azért nem túl gyakori, hogy ilyen hamar valaki visszatérjen a pályára, hogy te tetted. Hogyan kezdted el ismételten az edzéseket és a mozgást? Igen, ott az eleje azért az kemény volt, így visszagondolva fizikálisan, ott az első pár hétben azért éreztem, hogy túl vagyok egy terhességen és a szülésen, de egy utólag örülök neki, hogy ilyen hamar elkezdtem, mert szerintem mindenhogyan nehéz lett volna. Illetve szerettem volna megpróbálni játszani a hazai Európa-bajnokságon, és ezek után augusztusban azért már kicsit könnyebb volt a felkészülés, és tényleg ott már úgy éreztem, hogy a régi önmagam vagyok. És hogyan tekintesz vissza a szezon kezdetre? Ugye egy némi kihagyás után új társakkal, a régi új társakkal kezdtétek meg a felkészülést. Milyen volt ismét visszacsöppenni a munkába klubszinten? Hát azért olyan nagyon nem volt nehéz, mert tényleg egy olyan helyre jöttem vissza, ahol ismertem sok mindenkit, ismertem a klubnak a rendszerét, a filozófiát. Az azért más volt, hogy ugye én Lacival előtte még nem dolgoztam együtt, meg hát nagyon sok új játékos is volt, úgyhogy azért kellett belerázódni. Az év folyamán mindig láttam, hogy a kisgyermeketeket Gáborral, Dénes Gáborral viszitek edzésekre. Mi egymás, hogyan tudtátok ezt menedzselni az évad folyamán, hiszen Gábor ugye az SKC-ban játszik, ő is úton van sokszor, te is úton vagy, és hát, ahogy említettem, a kisfiatok még csak most volt egy éves. Gondolom én, hogy mint minden kisgyermek, ő is nagyon ragaszkodik a szüleihez. Azért ez ebből a szempontból se lehetett egy egyszerű időszak. Nagyon sok szervezést igényelt, ez tény. Ebben azt mondom, hogy nagyon-nagyon szerencsés vagyok, mert Gábor tényleg mindenben ugyanúgy kivette a részét, mint akár én. Tehát ahol tudott, ott segített. Úgyhogy ezen a téren is azért nekem ez könnyebbség volt, illetve Gábor szülei is nagyon sokat tudnak segíteni, ők Szombathelyen laknak, úgyhogy azért az egy
olyan távolság, hogy tudtak jönni, hogyha kellett, és van egy nagyon szuper babysitterünk, aki szintén hatalmas segítség, úgyhogy ezeket így összehangolva sikerült ezt a szezont megoldani, de egy idő után belerázottunk, és most már gördülékenyen mennek a dolgok. Beszéljünk akkor erről a bizonyos szezonról. Ugye több fiatal játékos is érkezett a szezon megelőzően, a csapat vezetősége pedig úgy gondolta, hogy megméretődik az együttes az Euroligában, amely hát borzalmasan erős, teletűzdelve a más csapatok jobbnál jobb amerikai és külföldi játékosokkal. Mennyire tekintesz vissza pozitívan erre az időszakra? Mert hogy talán itt a végén, a végjátékban meg pont az a tapasztalat jelent meg, amelyet évközben ott tudtatok begyűjteni. Igen, én abszolút azt gondolom, hogy volt értelme és kellett az Euroligában indulni. Ez egy olyan sorozat szerintem, ahol bárkinek megtiszteltetés játszani. Az egy nagyon nagy dolog, hogy egy magyar csapat továbbra is ott tud lenni ebben a rangos sorozatban, és szerintem ez mindenkinek így kell felfognia, hogy amíg tudunk, addig képviseltetni kell Magyarországot az Euroligában, olyan, mint fociban, hogyha lenne egy bajnokok ligájás csapatunk, tehát azt hiszem, hogy ez nem kérdés, hogy már maga az, hogy ott vagyunk, az egy hatalmas dolog. Az, hogy idén esetleg kevesebb győzelmünk lett, mint amire előzetesen számoltunk, számítottak a nézők esetleg. Ez azt gondolom, hogy több összetevős. Szerintem, hogyha ezzel a kerettel, amivel befejeztük az évadot, esetleg egy kicsit előbb tudtunk volna együtt játszani, akkor több győzelmünk lett volna, és akkor esetleg sikerülhetett volna tovább menni a következő körbe is. De mindamellett viszont a tapasztalat és azok a meccsek, amiket lejátszottunk, én szerintem építették ezt a csapatot, és a fiataloknak pedig főleg kellenek az ilyen meccsek, mert az a szint, ahova ők is szeretnének eljutni. Úgyhogy én így utólag azt gondolom, hogy abszolút volt értelme. Három játékos is érkezett ugye évközben menet közben a csapathoz, Anna Lesz, Devereaux Peters és Honti Kata. Mennyire volt nehéz velük megtalálni, vagy éppen könnyű a közös nevezőt? Hát, hogyha itt sorba kell menni nekem személy szerint Katával, tehát amikor megtudtam, hogy jön, nekem ott nem volt kérdés, mi azért már játszottunk többször együtt válogatottba. Én tudtam, hogy mi nagyon érezzük egymást ilyen téren, úgyhogy ott egy percig nem volt kérdés, hogy mi majd megértjük egymást a pályán. Én azt gondolom, hogy a Dev érkezése az egy olyan pluszt adott a csapatnak, és egy olyan meghatározó játékost kaptunk vele, hogy itt az egész szezon végén ez látszott, hogy egy olyan domináns ember érkezett a palánk alá, hogy mind védekezésben, mind támadásban abszolút meghatározta a játékot. Úgyhogy ilyen szempontból vele is könnyű volt együtt játszani, hogy nagyon jó játékos, és hamar megtaláltuk azokat a kapcsolatokat, hogy ő miből szeret kosarat dobni, hogy kell őt helyzetbe hozni, illetve hát védekezésben is tényleg olyan ember, hogy nem spórol azon az oldalon se. Az Anna, ő pedig itt az utolsó pár meccsen én azt gondolom, hogy itt találta meg igazán a helyét, úgyhogy ha szabad ilyet mondani, egy kicsit lehet, hogy kellett volna még egy pár meccs, és akkor már abszolút minden puzzle daraba helyére kerül. Mennyire követtétek nyomon a másik párharcot még az elődöntők során, mert hogy ott a Diózsőr a Győrrel mérkőzött meg, és hát bizonyára a Magyar Kupa döntőbeli vereséget követően éged bennetek a visszavágás, de talán nem bántátok, hogy nem a Miskolccal kell megmérkőzni, vagy hát bizonyos szempontból, a közelség szempontjából talán a Győr még ideálisabb ellenfél volt. Igen, figyeltük abszolút a másik oldalt is. Én úgy éreztem most a csapatunkon, hogy erősebbek voltunk itt a szezon végén sokkal, mint esetleg a Magyar Kupa alatt. Összeért a társaság, kialakultak az, hogy ki kivel tud jól együtt játszani a pályán, ki mikor kerül a pályára, tehát hogy megtalálta mindenki a helyét,
és én most úgy érzem, hogy bárki jött volna szembe velünk, nem mondom, hogy 3-0-ra, meg hogy ilyen nagy különbséggel nyertünk volna, de én most úgy érzem, hogy ha más csapattal játszottunk volna, akkor is nyertünk volna. A vezetőedző úr megemlítette, hogy az ellenfél, tehát a Győr Európa bajnok irányítóját, hogy levettétek a pályáról, és ebben neked óriási szerepet volt. Készültetek külön Tamara Radocsájra, vagy egyáltalán a győri játékosokra külön-külön? Igen, hát arra készültünk, hogy tudtuk azt, hogy a Győrnek vannak bizonyos emberek és szituációk, amiket ők egész szezonban erre építették fel a játékukat, és ezt szerettük volna kikapcsolni. Ennek az egyik fő eleme, vagy a központi eleme az az, hogy az irányítójuknál nagyon sokat volt a labda, ő hozta helyzetbe a társakat, ő játszotta a pick and roll-okat, és ezt szerettük volna elvenni tőlük, mert tudtuk, hogy ha ez sikerül, akkor onnantól kezdve nagyon kevés dolog van a kezükben, és én úgy érzem, hogy ezt abszolút a csapat megértette, és nagyon jól megoldottuk, illetve azt is, hogy az ötös centerük is a bajnokságban az egyik legjobb center volt, és azt gondolom, hogy ha esetleg pontokban úgy látszik utólag, hogy ő azért megdobta a pontjait, de lepattanóban, mezőny munkában és egy csomó más dologban őt is nagyon jól sikerült kikapcsolnunk, úgyhogy ezért lett ilyen sima ez a döntő. Szóval került Honti Katona neve, hogy aki évközben tért vissza. Számtalan bajnoki címet nyertél te is, számtalan bajnoki címet nyert ő is, de ez volt az első, amelyet nem egyik vagy másik csapat tagjaként nyertetek meg, hanem azonos csapat tagjaként. Beszéltetek erről Katával, hogy na végre egy közös igen, bajnoki utólag, cím lesz? Igen, utólag, amikor már vége volt, akkor szóba került, hogy hát azért ez kellett nekünk, hogy mi együtt nyerjünk egyet. Én azt gondolom, hogy ez egy kicsit ilyen megható pillanat is volt mind a kettőnknek, hogy együtt nyertünk egy bajnokságot, és ennek nagyon örülök, hogy ez így alakult, hogy hazajött itt a szezon végére, és sikerült ezt a bajnoki címet behúznunk, úgyhogy ez így kerek ez a történet szerintem. Hogyan telik most számotokra a családod számára a következő néhány hét? Ugye Gáborék még versenyben vannak, egészen pontosan most a héten indul a rájátszás. Gondolom akkor, hogy Sopronban tervezitek a következő néhány hetet. Aztán, hogy mi lesz majd később, arról majd az ügyvezető urat meg fogjuk kérdezni. Igen, igen, itt leszünk Sopronban. Hát addig minden esetre biztos, amíg Gáborék játszanak. Nagyon remélem, hogy minél tovább. Utána lesz egy pár hetes válogatott összetartás nekem. Azt hiszem, hogy az Székesfehérváron lesz, úgyhogy az ilyen, majd meglátjuk, hogy az családilag hogy alakul, hogy együtt, vagy külön, vagy ez hogyan. Aztán pedig kicsi nyaralás, Szombathely, Sopron, úgyhogy ezen a területen fogunk mozogni. Zsófi, köszönöm szépen a beszélgetést, gratulálok a bajnoki címhez, és akkor remélem, hogy ki tudjátok jól pihenni magatokat a következő időszakban, és hát bízom benne, hogy találkozunk majd. Köszönöm szépen. A Magyar IS Szövetség és a Nemzetközi HDHIAAIS szervezet 3D IS világbajnokságot rendezett az elmúlt héten Sopronban és környékén. A háromnapos világversenyen 13 országból érkeztek sportolók. A következő percekben tehát visszatekintünk az elmúlt heti nemzetközi eseményre Király Gáborral, a Löwer IS SE elnökével. Szeretettel köszöntelek, Gábor, aki egyébként nem csak elnök, hanem aktív részese is volt az eseményeknek, mint szervező és mint sportoló is. Miért pont Sopronra esik immáron sokatszor a véleményed szerint a választás, egészen pontosan Ágfalvára, hogy egy ilyen nemzetközi eseményt megrendeznek? Ennyire ideálisak itt a körülmények? Hát egyrészt ideálisak a körülmények, ugye minden soproni tudja, vagy Sopron környéki tudja, hogy nagyon szépek az erdők, a környezet gyönyörű, illetve ami még egy nagyon nagy befolyással bír az, hogy a nemzetközi repülőtér közel van, tehát a bécsi repülőtér, illetve a városnak a sportvezetése, a város hozzáállása is egy nagyon pozitív, és ezért nagy segítséget kap egy ilyen nemzetközi verseny megszervezésére a várostól. Milyen előkészületek előzték meg ezt a nemzetközi viadalt, hiszen gondolom soproniként azért a Magyar IS Szövetség szervezőinek is segítséget nyújtottál. Mikor indult ennek a megszervezése?
Hát ugye egy ilyen nemzetközi verseny megszervezése az bőven a egy évvel a rendezvény előtt elindul már. Ugye a helyi erőkkel, hogy így mondjam, kell egyeztetni. Ugye ugyanúgy a TAEG ZRT-vel, a környezetvédelmi hatósággal, a várossal, ugye a helyszínt le kell szervezni, tehát az elég hosszadalmas folyamat, engedélyeket be kell szerezni. Úgyhogy ez nem egy egyszerű dolog, ebben segítettem természetesen a szervezőket. Milyen szempontok alapján jelölik ki ilyenkor a pályát egyáltalán? Ki az, aki ezt elvégzi? Hát ugye a Sopronban már sok nemzetközi verseny volt, úgyhogy a területet már ismertük, illetve ismerik a Magyar Ijász Szövetség szervezői. Hogy mik a szempontok? Hát igazából változatos terepen kell, hogy egy ilyen versenyt megrendezni, hogy a lövések azok ne egy csíkonyok, ne csak egy ilyen golfpálya vagy egy teniszpályán kelljen mondjuk véglőni egy versenyt, hanem legyenek benne olyan változatos terep, hogy lefelé lövés, felfelé lövés, tehát egy ilyen erdei terepen menjen véghez. Tehát igazából ezt úgy kell elképzelni, a teljesen laikusoknak mondom, hogy egy vadász szituáció van ezekkel a műanyag állatfigurákkal beállítva, és akkor ezt a vadász szituációt kell úgy meglőni, illetve úgy meglőni az állatot, hogy az ember minél magasabb pontot tudjon rajta elérni. Akkor ezek előre kihelyezett műanyag állatok, tehát nem mozognak? Igen, előre kihelyezett, tehát ez teljesen fix, nem mozognak. Az a nehézség, hogy különböző távolságban vannak, és mondom, különböző körülmények között. Tehát mások a fényviszonyok, mások a terepviszonyok, ez mind-mind változatossá teszi a versenyt. És arra adnak pontot, hogy melyik részét találja el a sportoló az állatnak? Igen, hát ugye úgy vannak a lőzónák az állaton kialakítva, ami egyébként messziről nem annyira látszik, vagy csak néha látszik, tehát nagyon jó fényviszonyok között. Ahogyan egyébként is mondjuk egy vadász szituációban egy állatot az ember elejt, egy vadász elejt egy állatot. Tehát a szív környéki találat az a halálos zóna, ugye azért kapja az ijász a legtöbb pontot, ugye aztán mondjuk a test üregetlő az ijász az kapja a 8 pontot, és hogyha bárhol a testét megsebzi, az a sebzési zóna azért kap 5 pontot. Beszéljünk először a magyar eredményekről, hiszen azt olvastam a sajtóközleményben, hogy a magyar sportolók szállították, illetve hozták el a legtöbb aranyat, hogy szerepelt a magyar ijász társadalom. Hát igen, ugye a magyarok azért is, tehát úgy mondom, hogy minden egyes nemzetközi versenyen nagyon jól szerepelünk. Tehát akár, ha kis létszámba utazunk, akkor is. Most itt a magyar verseny nyilván nagyobb létszámba is vettünk részt, és nagyon jól szerepeltünk. Tehát tényleg pontszámilag is minden kategóriában nemzetközi szinten lövő versenyzőink vannak. Úgyhogy a legtöbb érmet azt a magyar versenyzők hozták el. Közöttük ugye tőlünk ugye az egyesületből is nagyon jól szerepelt egy kisfiú, aki a tanítványom. Ő világbajnok lett, tehát egy aranyérmet sikerült neki lőnie. Nagyon magas pontszámmal verte meg a mögötte jövőket. Őt hogy hívják? Ő Simon Tamásnak hívják. Aha, és ő hány éves egyébként? Ő 14. És akkor már ilyen jól szerepel a nagyok között? Hát igen, igazából ugye itt ebbe a versenybe gyerek kategória nincsen, csak kadett kategória. Ő pont most lépte ezt a kategóriát meg, és akkor így tudott. Tehát természetesen a saját kategóriájában versenyzik, tehát a hasonlókorú fiatalokkal mérte össze tudását. Gábor, köszönjük szépen a beszélgetést, gratulálunk a szervezéshez, neked, illetve a Magyar Ijász Szövetségnek, bízunk benne, hogy további ilyen remek eseménynek fog helyt adni Sopron és a város környéke. További sikeres működést kívánok, köszönöm szépen. A női kosárlabda Euróligában január 4-én szerdán 18 órától az Unika Sopron a francia Lille ellen mérkőzik meg. Január 7-én szombaton a férfi kosárlabda élvonalban a Sopron KC a Falkó KC Szombathely együttesét fogadja. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket önök a Hajrá Sopront televíziónk heti rendszerességgel jelentkező sportmagazinjának éves ismétlőadását látták. Kérem önöket, hogy keressenek meg bennünket a YouTube-on is. Találkozunk egy hét múlva. Minden jót, Hajrá Sopron!